alvás megvonás járvány van. Én azért azt mondom, hogy ha megnyugtatjuk az embereket, hogy 6 óra alvás elég, akkor azért szerintem azért az nem jó irány. Ők fölébrednek éjszaka, úgyhogy nem tudok megmozdulni. Hirtelen fölébred, és rosszabb esetben valamilyen álomképet is lát. Tehát egy ébren van, de mégis megy az álmodás. És mindeközben lebénóval fekszik, nem tud megmozdulni, de úgy érzi, hogy valaki van a szobában. Tehát egy jelenlét érzése van, vagy valakit lát, vagy valamilyen beszélgetést hall, vagy azt érzi, hogy megnegyintik, vagy lehúzták ott akaró. Ez a Te Podcastod. A műsorvezető Szűcs Viktor. Sziasztok! Sokan szoktak podcastokra elaludni, néha én is így teszek, de nem mindegy, hogy hogyan alszunk. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk és jól érezzük magunkat, az egyik legfontosabb az, hogy jól tudjunk aludni. De hogyan kell ezt tenni? Mi kell hozzá, mit tegyünk és mit ne tegyünk? És mi van akkor, hogyha rosszul alszunk? Ezekről fogunk ma beszélgetni a Te Podcastodban dr. Dombóvári Magdolna, neurológus szakorvossal, szomnológussal, vagyis alvás szakértő orvossal, aki a Budapesti Honvéd Kórház alvás laboratóriumában alvásbetegségekben szenvedő pácienseket lát el, és dolgozik a Szomno Center Budapest Alvászavar Központban is. Köszönöm, Magdolna, hogy itt vagy. Sziasztok! Kezdjük szerintem ott, hogy miért fontos az, hogy jól aludjunk. Ezt, hogy ha nem alszunk jól, onnan lehet a legjobban megközelíteni azt, hogy miért kell aludnunk, hogy ha nem sikerül jól aludni, akkor rögtön látjuk, hogy miért kell, miért szükséges az alvás. Ez életünk gyakorlatilag egyharmadát alvással töltjük, gyerekkoromban, kisbabakkoromban még többet is. És amikor nem sikerül egy éjszaka jól aludni, olyan élménye mindenkinek van, az bárki állt, hogy a kézenye, másnap fáradtak vagyunk, álmosak vagyunk, kedvetlenek, nem tudom, koncentrálni, ingerlékenyek vagyunk, mindent elfelejtünk. Nem érezzük jól magunkat, feszültek lehetünk, a magasabb a pulzusszámunk, magasabb lehet a vérnyomásunk. Ezeket mindenki megéli. Tehát az alvás megvonást, hogyha nem alszunk el, az alvás megvonásnak hívjuk, és annak két változata lehet, van rövid távú és hosszú távú. Hát, amit az előbb elmondtam, azok a rövid távú alvás megvonásra jellemzőek. Ezekhez adódnak hosszú távon betegségek, amiket az alvás megvonás, a tartós rövid alvás okozhat. Hol van a határa a rövid távú és a hosszú távú? Hát rövid távú, az alvás megvonás az, hogy éjszaka nem alszom, melegetik már. Alváskutatók már azt mondják, már 6 óra alvás is már alvás megvonás, hogy ha csak 6 órát alszunk. Vannak kutatások, amik 4 órát alvásnál nézik a hatásokat, már ott is vannak. Nyilván, hogyha kimarad egy éjszaka, munka miatt, vagy tanulás, vizsga miatt, a gyerek miatt, bulizás miatt, akkor az egy éjszakányi alvás megvonás. Azt, hogy napokig nem alszunk eleget, hogy egyáltalán idő után nem bírjuk. Tehát ez az extrém, rövid távú alvás megvonás az napokat jelenthet. Hosszú távú alvás megvonás, vagy az pedig nagyon sokszor, tehát ez a hosszú távú, az sokszor ilyen 3 hónapot jelentő, vagy 3 hónapnál régebb óta fennálló állapotot magyaráznak, nagyon sok betegségnél a krónikus, ez ezt jelenti. Alvás megvonás is azt jelenti, hogy mondjuk 6 óra, vagy annál kevesebbet alszunk, legalább 3 hónap, ez már hosszú távú. De én azt gondolom, hogy a legtöbb ember Magyarországon, 3-ból 2 ember hosszú távú alvás megvonásban szenved, és nem 3 hónapja, hanem évek, akár évtizedek óta. Tehát elég magas arányban. És ezek a betegségek, amik társulhatnak, ugye ehhez a rövid távú alvás hiányhoz van felsorolt fáradtság, álmosság, ingerlékenység, csökkent reakcióidő, megnövekedett balesetveszély, koncentrációs képességeknek a csökkenése. Ezek mellé társulhatnak azok a betegségek, mondjuk depresszió, magas vérnyomás, cukorbetegség, demencia kialakulás, hogy ez nagyon hosszú távon, de ez is benne van a dolgokban, elhízás.
Ezekről mind fogunk majd beszélgetni hamarosan részletesebben, és egyébként az is érdekes, amit mondtál, hogy 6 óra az már kevésnek bizonyulhat egyes esetekben. Nem sokára mondom azt, hogy miért is, mert hogy van egy másik, egy orvos, aki volt egy podcastban vendég, és ő 6 órát mondott, hogy az elegendő, de nem sokára rátérünk, és ezt majd beszéljük. Viszont az érdekelne, hogy minek köszönhető az, hogyha valaki elegendőt aludna, tehát lenne ideje arra, hogy eleget aludjon, és mégsem tud jól aludni, mégsem tud mondjuk elaludni, vagy hogyha alszik is eleget, nem jó az alvás minősége. Ezek minek köszönhető? Én azt, hogy valaki eleget tudna aludni, az elég ritka, az 7-8 órát rászán az alvásra. Szóval az viszonylag ritka, hogy ő rászánja a 7-8 órát, és akkor nem tud aludni. Ez leggyakrabban valamilyen feszültség, ami nappali, tehát a nappalból ered, valamilyen aznapi vagy tartós állandó feszültség miatt nem tud aludni. Ez is rövid és hosszú távú probléma lehet, hogyha csak egy éjszak nem tudok aludni, kirúgtak a munkahelyemről, vagy szakít velem a társam, tehát valamilyen traumát élek át, ez általában rövid távú, tehát az ember egy idő után legalábbis kialvatlanságából adottan egy idő után már fog tudni aludni, tehát túlteszi magát ezen. Ugyanígy ez a 3 hónapos szabályban, tehát hogyha már 3 hónapja fönnáll egy ilyen állapot, akkor nem tud az ember aludni, ez hetente 3 rossz éjszakát jelent legalább, amikor vagy nem tud elaludni, vagy éjszaka fölébred és nem tud visszaaludni, vagy nagyon korán fölébred, túl korán, és emiatt nappal fáradt, vagy nappali tünetei vannak, a kialvatlanság tünetei vannak, tehát szenved tőle. Ez már ilyen krónikus állapot. Ezt az állapotot inszomniának nevezik. Most ez egy lehetőség arra, hogy az ember nem tud aludni. A másik az, hogyha valami miatt, mondjuk egyszerű dolgot is mondok, hogy vagy a környezet zaj, tehát nem túl sok a hang, nagyon világos van, nagyon meleg van, ugye kánikula szezonon túl vagyunk, tehát sokan baraszkodtak, nem tudnak aludni éjszaka melegben, túl sok kávét iszunk, tehát ezek a legfontosabb dolgok. Az, hogy most sok volt a kékfény, terhelés, vagy ilyen, ezek azért viszonylag kisebb mértékben, azért ugye beszélünk erről elég sokat, de az, hogy most túl sokat képernyőztem azért, hogy valaki fáradt, eleget mozgott aznap, azért ettől el fog tudni aludni. Azt említetted, hogy sokan nem szánnak elég időt rá, hogy aludjanak. Miért nem? És hogy vegye magát rá az ember, hogy elég időt szánjon a saját alvására? Hát ugye van egy nem amerikai alváskutató, a Matthew Walker, neki nagyon sok podcastja van erről, könyvet is írtam, miért alszunk, ezt érdemes elolvasni, vagy meghallgatni. Szerintem nagyon sok ember, elég erőjesen és agresszív, hogy ágyba parancsolja az embereket, vagy háborút hirdet a sorozat, filmsorozatoknak például, hogy ugye sok ember például amiatt nem alszik, mert a függőméges záródó sorozat epizód után még egyet megnéz, és még egyet. Tehát, hogy érdemes ilyet hallgatni, hogyha rá szeretné magunkat venni erre. Nagyon jó felsorolja, hogy mi mindenhez kell az alvás. Tehát nagyon részletesen elmondja. De az, hogy csak így röviden, hogy az, hogy megfelelően tudjunk működni. Tehát ha eleget alszunk, kialusszunk magunkat, másnap annyival hatékonyabbak leszünk, hogy azt az időt, amit az alvással elvesztettünk, hogy többet aludtunk, az gyakorlatilag visszanyerjük azzal, hogy a munkának során hatékonyak voltunk. Én azt gondolom, hogy ez a leghatékonyabb ér. Az, hogy egészségesek leszünk, egészségesek maradunk, én azt gondolom, hogy ma azért kevés embert érdekel, hogy igazából. Most azért fekszem le, hogy én egészséges legyek. Ugye már az óvodás gyereket is nehéz ágyba parancsolni, mi felnőtt korunkban saját magunknak leszünk a szülei ilyen szempontból, akik magunkat ágyba kell tenni, nincsen már senki, aki ránk szólna, vagy van akkor ilyen, akkor jó helyzetben vagyok. De egyre, hogyha ágyba teszik magunkat, akkor is mindenféle dolgot tudunk még csinálni. Most az, hogy van egy ilyen mondás, hogy a világítás felfedezése óta, hogy lett a közvilágítás,
vagy hogy a házakban is van világítás, ugye hozzáférhető. Szóval egy órát elvesztettek az emberek az alvásukból, és amióta van képernyő, ez újabb egy órát elvett az alvásukból. Bár azt egyes ilyen kutatások vannak, ilyen afrikai, még most is vadászó, gyűjtögető életmódot folytató törzseknek az alvását vizsgálják, és azt mondják, hogy ők is 7 órát alszanak. Úgyhogy talán mégsem annyira rossz a helyzet, de ezt azért ne dőljünk hátra. Tehát, hogy hogy van mit csinálni, tehát nem unatkozunk. Tehát, hogyha rá akarjuk magunkat venni arra, hogy aludjunk, akkor tegyük a kütyüt karanténba, tehát, hogy ne tudjunk hozzáférni, csökkentsük a fényt este felé már, húzzunk fel egy órát, ne csak egy reggeli ébresztóránk legyen, hanem egy esti ébresztóránk is, ami szól, hogy le kell feküdni. Legyen egy, azt mondják, nagyon jó, hogyha van egy esti rituálink. Tehát, hogy fogom magam, és mondjuk kitalálok egy olyan folyamatot, amit csinálok elfekvés előtt, és ez is a gyerekeknél ugye nagyon jól működik, hogy fürdés, fogmosás, vacsora, esti mese, fogmosás, és akkor alvás, vagy ez sorra nyilván nem így. Na és hogy amikor mi is ezt csinálhatjuk, javasolják az esti fürdőt, ez, ha lehet, akkor meleg vízzel, egy meleg zuhany, vagy egy meleg fürdő, ez segít lecsökkenteni a testhőmérsékletet. Ugye milyen a maghőmérsékletet, ez ugye ilyen paradox módon hangzik, ugye, hogy meleg fürdő, és akkor lehűl a maghőmérsékletünk tőle. Ugye ez a végtagjainkon az erek kitágulnak, és a meleg fürdőben, és utána ez segít a maghőmérsékletnek a csökkentéséhez. Amiatt kell az alváshoz, mert az alvás első felében van a mély alvás, és ahhoz a testhőmérséklet csökkenése az, ami ideális, az javítja az alvásnak a hatékonyságát, meg segít az alvásban maradni. És a később javasolják azt, hogy legyen hűvös a hálószoba, ez is egy ilyen ennek a segítségére, hogy aki nem annyira fázós, az ha lehet, akkor ilyen 18-20 fokos hálószoba van aludjon, ez jót tesz a fűtésszámlának is, és tehát ugye ezek a visszatér ugye a rituáléhoz, hogy ezeken menjünk végig, és tűzzük ki azt, hogy mikor feküdjünk le aludni. Most az, hogy mikor feküdjünk le aludni, az viszont attól függ, hogy milyen a mi belső kronotípusunk, tehát hogy milyen típusúak vagyunk. Mielőtt ezt folytatnád, hogyha Schwab Richard nem is tud itt lenni, hogy vitatkozzon, ő most Dr. Schwab Richard, belgyógyász, gastroenterológus, most sorra járja a különböző platformokat. Volt a Telexnek a Most Jövök című műsorában, a Partizánban, Friderikusz podcastban, és hogy beszélt arról, hogy az egészség elérése és megőrzése érdekében egyrészt ugye ne dohányozzunk, és ne ígyunk alkoholt, másrészt beszélt arról, hogy időben feküdjünk le, keljünk korán, zuhanyozzunk hideg vízben, de gondolom itt a nap elejére gondolt, de ezt majd mindjárt tisztázzuk. Sportoljunk, csökkentsük a stresszt, együnk keveset, és ne feltétlenül reggelizünk, és amit eszünk, az leginkább legyen napi fél kiló nyers zöldség. Ezek voltak így a főpontjai annak, amiket mondott, és hogy az alvással kapcsolatban többet is mondott azért, hogy szerinte, ha egy héten egynél többször ébred fel az ember, akár pisilni, az már szerint alvászavar, és hogy szerinte nem mindegy az, hogy mikor alszunk el, szerinte az éjfél előtti alvás az duplán számít, szerinte napi 2 óra mély alvás kell, és ez 6, maximum 7 óra alvással elérhető, tehát szerinte a 6 óra is elegendő, hogyha egyszer sem ébredünk fel, és hogyha óra nélkül ébredünk. Mivel értesz egyet, és mivel nem? Egyrészt nagyon örülök, mert sokan hallgatnak rá, és nagyon jó dolgokat mond. Az alvással kapcsolatban én azt gondolom, hogy ami lehet, tehát ez az éjfélti alvás, hogy kett, duplányit ér, én ezzel vitatkoznék. Igazából ugye, mi van azzal, akik több műszakos munkarendben dolgoznak, tehát ők ezzel nem tudnak mit kezdeni. Illetve vannak emberek, akiknek tehát, hogy másmilyen a napszaki típusa, ezt kronotípusnak hívják. Vannak emberek, de egyébként ez közismert, tehát vannak a pacsita típusok, meg az éjjeli baglyok, meg vannak a köztesek.
ez körülbelül úgy kell elképzelni, hogy az embereknek az egyharmada, mi durván pacsírta, egyharmada az éjjeli baboly, egyharmada a köztes. Most ezt vannak erre tudományos kutatások is, és akkor ezt különböző tehát öt típusra bontották szét. Vannak az extrém korai típusúak, a kora reggeli típusúak, a köztesek, a késői típusúak és az extrém késői típusúak. Most ők hajnali háromig nem tudnak elaludni. De egyszerűen hiába fekszik az ágyba, hiába fekszik le 10 órakor, 4 órán keresztül fogja bámulni a plafont. És ez a frusztrációt kelti, tehát hogyha én nem alszom, akkor az éjfél előtti alvás az duplát ér, én most akkor mit csináljak. De nagyon sokan azért jönnek hozzánk, hogy ő nem tud elaludni, és hogy most akkor mit fog, neki lesz ebből valamilyen problémája, vagy betegsége. Most ha ő az a szerencsés, akihez hozzá tudja alakítani az életét, tehát el tudja azt érni, hogy lefekszik hajnali 2-kor, elalszik is rögtön, és 9-10 órakor föl kell, akkor, és utána kell csak dolgozni menni, vagy mondjuk home office dolgozik, vagy úgy alakította az életét, délutános műszakot vállal, vagy online dolgozik, és órákat a délután, akkor ő neki teljesen rendben van, teljesen normális lesz az alvás szerkezete. Ugyanakkor, ha beleerőltetem ebbe a 10 órás lefekvési időbe, akkor úgysem fog tudni elaludni, korán fog kelni, hogyha korai kelést kell csinálnia, tehát rövid lesz az alvás idő, és idő után inszomniás lesz. Tehát úgy fog jönni, hogy ő nem tud aludni. És föl kell gondolítani, hogy igazából nem inszomniás, hanem késői típusú. Tehát ez az egyik, amit gondolok. Én azért azt a 6 órát keveslem. Tehát sajnos a Magyarországon, meg az egész világon azért tendencia, hogy keveset alszó, tehát ilyen alvás megvonás járvány van. Én azért azt mondom, hogy ha megnyugtatjuk az embereket, hogy 6 óra alvás elég, akkor azért szerintem azért az nem jó irány, tehát több kell. 7-8 óra kellene. Az felnőtt ember alvás igénye, az mondjuk, hogy 7 és 9 óra között van. Tehát valakinek a 8 óra se elég ahhoz, hogy teljesen a maximális teljesítményét tudja nyújtani. És miért mondhatta ezt, Svágrián? Talán azért, hogy feküdjenek le az emberek időben, mert legtöbbször tényleg az a probléma, hogy nem fekszünk le időben, mert még ezt megcsinálom, mert még azt megcsinálom. Rendszeresen jönnek hozzá betegek, és kérdezem, hogy mennyi órát alszik. Gyakorlatilag én 5 óra, 6 óra. Ez a jó szám már. Tehát ez már az a baj, hogy én is azt mondom már, hogy ennek már örülök. Ha pedig, tehát van olyan... Sokan hogy, ennél kevesebbet is. Igen. Tehát van olyan betegség, aminek egy ilyen terápiájaként használunk ilyen készüléket, ez rögzíti az alvás időt. És akkor nézzük azt, hogy az emberek átlagosan mennyi időt alszanak. Kérdezem, hogy ugye csak ezzel a terápia, mert csak ezzel aludt ennyit átlag 4 órát. Igen, csak ennyit alszik. Tehát ugye ezt rendszeresen látom, hogy keveset alszanak. Ő mégsem érzi, hogy álmos, de az, hogy nem érzi, hogy álmos, mert ő úgy érzi, hogy jól van, vagy nem fáradt, azért ez egy szubjektív dolog. Az, hogyha őt ilyen figyelmi, koncentrációs teszttel vizsgálnák, azért bizony kimutatható lenne az, hogy neki csökkent a teljesítménye. Tehát megszokta, és már nem tűnik fel neki egyébként, hogy probléma van. Tehát fokozatosan lassan alakul ki, akkor úgymond megszokjuk, hogy ez a normális. Ugyanakkor mondjuk vezetés közben előfordul, hogy úgy megy át a kereszteződésen, hogy nem emlékszik rá, hogy zöld volt a lámpa. Tehát, hogy ilyet azért elmond. Vagy keresgéli a szavakat. Nem őt eszébe a szó. Memóriazavar van, igen. Nem tudja megmondani a gyógyszereit, amiket 15 éve szed. Nem őt eszébe a szó. Ez a legjellemzőbb, amit a hétköznapokban azért fölmerül, nem csak ilyen pszichológiai tesztekkel derülni ki. De hogyha nézzünk, ugye valaki keveset alszik, átlagosan 6 órát alszik, azoknak rosszabb a baleseti kockázati mutatói rosszabbak, tehát hajlamosabbak az elhízásra, depresszióra, magas vérnyomásra. Az, hogy az emberek 6 óránál is kevesebbet alsznak, valószínű azért már örülünk neki, hogyha legalább 6 órát alszik. Tehát, hogyha vannak ilyen kutatások is, HVG-ben olvastam egyszer régen egy cikket, hogy az emberek ilyen régen a középkorban két fázisban aludtak, tehát nem egyben aludtak,
ugye hosszú idő volt sötétben, ezért volt egy ilyen éjszakai, köztes akár több órás ébléti időszak, amire ilyenkor átmentek szomszédba. Tehát meg volt a kansz, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Voltak erre ilyen stratégia vagy terv, hogy volt imakönyv, amikor tehát az éjszakai felnétre. Tehát, hogy voltak ilyen, tehát ez teljesen természetes volt, hogy így két fázisban aludtunk. Most ugye ez az egy fázisban aludjunk 7-8 órát, ugye ez egy ilyen kvázi dogmatikus. Sok kutatás van, nagyon érdekes, nem biztos, hogy én mindent ismerek. Én azért azt gondolom, hogy az a jó alvás, hogy amit a kronotípusunknak megfelelően, tehát hogyha ha valaki hajnali 2-kor alszik el, és alhat 10-ig, akkor az jó. Csak az a baj, a társadalomunk nem ilyen. Tehát, hogyha neki 8 órakor előadása van, vagy vizsgája van, vagy dolgoznia kell menni, és hajnali 2-kor alszik csak el rendszeresen, akkor ő krónikus halvás megvonásban fog szenvedni. Probléma lesz. Ez a két részletben való alvás az inkább azokra jellemző, hogy azokra volt jellemző, ugye? Amikor tél volt, és több mint 12 órán át volt sötét, és nyilván 12 órán át többet az ember nagyon alszik, hogy az már túl sok. Tényleg ezt egyébként pont akartam is kérdezni. Lehet túl sokat aludni? Van olyan, hogy túlalvás, és az ártalmas? Van olyan, hogy valaki azt mondja, hogy aludtam 12 órát, és nem nagyon kótyahos vagyok. Ez a alvási inercia, vagy álomittasság, egy nagyon jó szó rá. De az, hogy most, ez valószínű, hogy azért tudott ennyit aludni, mert előtte alvás megvonásban volt. Tehát egy pótló alvása volt, és azért az nem olyan, mint egy normál alvás. Általában a mély alvások és az álomfázisok, hogyha van rá idő, azok pótlódnak, a felszínes alvás az kimarad. Tehát, hogy másmilyen alvás lesz ez. Nem lesz tőle bajunk. Lehet, hogy nem érezzük magunkat olyan jól. Na most azt hosszú távon nem lehet túl sokat aludni. Tehát nem tudunk, felébredünk magunktól, nem fogunk tudni alvásba lenni. Leszámítva néhány pszichiátriai betegség, depresszió, amiben megnő az alvásigény, illetve van egy néhány különleges alvásbetegség, a hiperszomnia, narkolepszia, amikor nagyon nagy az alvásigényünk. Tehát ez az alvásbetegség, hogy 12-14 órát kell aludni, és még mindig álmos. Ez nagyon érdekes, erről mit lehet egyébként tudni, erről a narkolepszia. Gyakorlatilag ez két, illetve három különböző kórkép, de egy körben soroljuk őket. Ez azt jelenti, hogy van egy ember, akinek az jelentkezik, hogy egy ideje megnövekedett az alvásigényem, és nem tudok ébren maradni nappal sem. Ehhez a narkolepsziásoknak különleges alvás élményei társulnak, tehát ők fölébrednek éjszaka, úgyhogy nem tudok megmozdulni. Hizen fölébred, és rosszabb esetben valamilyen álomképet is lát, tehát egy ébren van, de mégis megy az álmodás. És mindeközben lebénóval fekszik, nem tud megmozdulni, de úgy érzi, hogy valaki van a szobában, tehát egy jelenlét érzése van, vagy valakit lát, vagy valamilyen beszélgetést hall, vagy azt érzi, hogy meglegyintik, vagy lehúzták ott a takaró. Borzasztó félelmetes egyébként, tehát vannak ilyen narkolepszia Facebook csoportok Amerikában, például egy művész, aki lerajzolja, hogy miket lát ilyenkor, nagyon együtt lehet velük érezni. Tehát ez egyik ilyen jellemzetes ünete, tehát hogy éjszaka azt érzi, hogy elrabolják az UFO-k, tehát ott vannak a földön kívüliek, és ő meg fölemelkedik az ágyról. Vagy egyszer össze is vesztem valakivel, akinek ilyen élménye volt, mert ő ebben nagyon hitt. Megpróbáltam felvilágosítani, hát nem kellett volna. Pataki, nem ő volt. Nem, de ő lett volna, sem mondhatnám el. Persze. Na most, tehát hogy a másik tünetük az, hogy nagyon álmosak nappal, időnként ilyen alvás rohamok jönnek. Más miatt is lehet valaki nagyon álmos nappal, hiába aludt eleget, az nem csak narkolepsziás, vagy hiperszomniás lehet, más alvásbetegség is csinálnak ilyet. Ezt ilyen extensive daytime sleepiness, EDS-nek hívják, tehát fokozott nappali alváskészítésnek. Gyakorlatilag egy első enyhe fokában az még csak az van, hogy csak olyan monoton helyzetben, tehát ülve, utasként, vonaton, buszon, autóban alszik el, gyerek
diákok mondjuk azt mondják, hogy a tanórán elalszik jegyzetelés közben akár, tehát hogy a füzetén egy ilyen, látszik, hogy írt, és aztán egy ilyen vonal van, ahogy így elaludt, vagy aki a billentyűzeten dolgozik, hogy ilyen Z-betűk vannak az e-mailben, ezt elmondják. Tehát, hogy ilyen először csak monoton helyzetben ülve, később már akár állva is elalhat. Tehát egy pillanat, hogy elbólint. És hogyha hagyják, akkor ő lefekszik és alszik. Akár órákat napban nem ébresztik fel. Most a narkolepsziásoknak egyik csoportjának vannak egy olyan különleges tünete, ezek egyébként szoktak filmben is szerepelni, annyira egzotikus betegség, hogy valamilyen viccet hall, ami tényleg nagyon vicces történetet, vagy egy vígjátékot lát, vagy valami nagyon pozitív élmény, érzelem éri. Mondjuk jó kártyát húz a játékban, és hogy teljesen elgyengült tőle, elernyett tőle. Elveszíti az izomtornosát, lefekszik, összecsuklik. És ez egy-két percig tartó közben ébren van, de nem tud megmozdulni. És aztán ugye, aztán visszatér az izomtornos általában, utána ezen is röhög, utána újra jön. Medencében úszás közben elsüllyedt a páciensem, és úgy kellett kimenteni. Tehát, hogy vannak ennek nehézsége, ilyen videót láttam horgászról, akinek a kapása volt, és akkor így omlott össze a parton a hal, meg elvitte a pecaboltot közben. Tehát, hogy veszélyes helyzetek is lehetnek ezek. Tehát ezt úgy hívják, hogy kataplexia, az analplexiának egy részjelensége. Ez ilyen azért, hogy elő szokott fordulni filmekben, vagy hogy valaki így elbólint, evés közben mondjuk beleborul a spagettibe. Ez egy ilyen betegség. Ez a három betegség, ez hogy alakul ki egyébként? Na most, ugye ezeknek nem teljesen feltárt a korlettana. Azt tudjuk, hogy egy alvás ébrenlétet szabályozó molekula az orexinnek a hiánya okozza. Ezt az agyonban egy különös területen, a laterális hipotalamuszban termelődik, kb. 1000 sejt termeli ezt az anyagot, és ennek a területnek valamilyen károsodása, vagy pusztulása okozza ezt a betegséget. Ez sokszor van, hogy gyerekkorban, serdülőkorban alakul ki valamiért. Ilyen influenza után láttak ilyet, hogy ez kialakult. Tehát valamilyen autoimmun betegség indulhatott be utána. Igazából, amikor oda kerül egy gyerek, vagy egy serdülő, vagy egy fiatal felnőtt, hogy ezt diagnosztizálják, hogy ő nagyon álmos, és állandóan elalszik, addigra már a folyamat lezajlott, tehát már nem lehet mit csinálni. Gyakorlatilag az ébrenlétet fenntartó gyógyszeres kezeléseket lehet adni, illetve ezeket a nappali veszélyes kataplexiás rohamokat lehet szintén gyógyszerrel megelőzni. Ez mind a három betegségre? Tehát egy közös az eredmény, csak gyakorlatilag máshogy jelenik meg. Az orexin szint, ami vagy van, vagy kevés van, vagy valamilyen szinten csökkent a mértéke, ezekben van különbség. Térjünk vissza, akkor a nem sokára azért beszélgetünk majd még egyéb ilyen alvászavarokról is, mert ez nagyon érdekes, és egy olyan téma, amiről keveset szoktak beszélni. Viszont ugye az esti rutinnál tartottunk meg, hogy hány órát kellene aludni. Hát az esti rutin kialakítása az nagyon fontos. Milyen egyéb teendők vagy olyan dolgok, amilyen nem kéne tenni lefekvés előtt? Hát szerintem nagyon fontos beszélni a koffeinről. Sokan isznak energiaitalt is, tehát nem csak a kávéra gondolok. Fiatalok is, én az energitalokat így betiltanám egyébként, nagyon az ellensége vagyok. A koffeinnek nagyon hosszú a felezési ideje. Azt kell tudni róla, hogy az alvás szabályozásában két rendszer működik, ahhoz, hogy este el tudjunk aludni. Az egyik a belső órák, a másik pedig a fáradtság, ami akkor kezdődik, ami reggel fölkelünk, és estére éri a csúcspontját. Egy adenozin nevű molekula termelődik az energiafelhasználás melléktermékeként, és az agyunkban, a homloklebenyünkben vannak a receptorok, amik érzékelik, és akkor elég sok van, akkor most már aludni kell. Na most ez a koffein ezt szünteti meg, ennek a hatását. Tehát ezért nem érezzük magunkat fáradtnak. Nagyon sokszor hallom, kérdezem ki, mennyi kávét iszik, meg mikor iszta az utolsó kávét, hogy én nem megiszom a kávét lefekvésre, akkor tudok aludni. Valóban el tudnak aludni,
a belső óránk, ez a 24 órás cirkadián rendszer is mondja, hogy este van, fogunk tudni aludni. El tudunk aludni, de az alvásunk sokkal szaggatottabb lesz. Tehát ugye vannak okos órák, lehet mérni ezeket, ez a mély alvást, mér valami mély alvást nevezett dolgot, nem lesz olyan jó, illetve másnap fáradtabbak leszünk, megint a kávéhoz kell nyúlni, gyakorlatilag így szokunk rá a kávéra. Lefekvés előtt 8 órával lehetne szabad utoljára meginni a kávét. Ugye ez 10-kor fekszem, akkor utána 2-kor kéne inni az utolsó. És azért abban is mértékkel, tehát hogy egy ilyen 2-3 kávé lehetne. Egy adagban 100 mg, tök mindegy, hogy az latte, vagy espresszó, vagy ez csak egy ilyen kis teljes kávé, ugyanúgy benne van a 100 mg mindegyikben. Tehát ez a koffein. A másik az alkohol. Sokan mondják, hogy ő iszik egy pohár bort lefekvés előtt, akkor jobban alszik, el tud aludni. Valóban el tud aludni, szorongáscsökkentő hatása van, és ugye a nappali feszültség, ami felhalmozódik bennünk, amiben nem foglalkozunk nappal, a szőnyeg alá söpörjük a gondokat, problémákat, nem baj, majd megoldódik, majd lesz valami. Ezek ugye, amikor lefekszünk, akkor jönnek elő, és akkor van rá időnk ezzel foglalkozni, mikor leginkább nem kéne. Na most ugye az alkohol, ez segít ezen átlenni, mint ha hamarabb elalszunk, jön akkor kutatások alapján ugye fragmentálja, darabolja az alvásunkat, rövidíti az alvásidő, és csökkenti az álomfázisokat. Emellett, hogyha valakinek horkolása, nézéskínodása van, az drasztikusan súlyosbítja. Tehát van, aki azt mondja, hogy csak akkor horkolok, hogyha ittam, vagy csak akkor hallanak lézéskínodást, hogyha alkoholt, vagy ezt ott a lefekvés elő. Tehát ez egy ilyen hatása is van. Én azért ugyanezt mondom az alkoholra, hogy ha nem kell még délután vezetni, ebéd után szeret valaki egy pohár bort inni, akkor megteheti, mert ugye ez Schwab Richard ezzel tiltakozik, egyáltalán nem engedi az alkoholfogyasztás, hogy nem engedni, nem javasolja. Tehát, hogyha nem muszáj, akkor ne igyunk alkoholt, csak alkalmakkor. Ez az ivás része, vizet inni, mennyire szabad? Azt iszol kell. Na most ugye még ez a probléma, hogy nem iszom vizet, hogy ne kelljen éjszaka kimenni pisilni. Nem tudom, ez szerintem egyéni, hogy kinek mikor, ki kell titrálni, hogy mikor kell inni folyadékot, hogy ne kelljen éjszaka fölkelni. Viszont, hogyha valakinek itt is úgyis föl kell kelni éjszaka, szerintem mondjuk már 2-3-szor, 4-5-10-14-szer, az alvásbetegségnek a jele lehet. Nem urológushoz kell elmenni a prostataiért, hanem az alvás szindrómának egy tünete, alvásfragmentációja van, és ezt kezelni kell, mert az életveszélyes állapotot is okozhat. Életveszélyes állapotot? Az alvás apnea, ez egy komoly betegség, komoly problémákat tud csinálni. Hogy? Gyakorlatilag itt arról van szó, hogy ugye ez a horkolásnak egy horkoláshoz kapcsolódó betegség, amikor nem csak az van, hogy hang van, tehát hogy egy szabályos, egyenletes horkolás alakul ki, hanem alvás közben megakad a légzésünk. Ezt biztos, hogy hallottunk egy gyerekünkben, nagypapát horkolni, szomszédot, tehát ez a csönd után egy nagy horkantás, és ez ugye rendszeresen ismétlődik. Ez gyakorlatilag ilyenkor az történik, hogy a torkunkban, a nyelv, a garatlátszerpad, ezek hogy elernyednek, ennek az illetőnek szűkednek garatiszonyai, és amikor elalszik, elernyednek ezek az izmok, összeér. Tehát nem tud levegőt venni. És ugye az alvás az nagyon fontos, kellene aludnia, nagyon sok program fut ilyenkor az alvásunk alatt, nem akarjuk megszakítani, tehát szervezet úgy van megcsinálva, ugyanakkor nem tudunk levegőt venni, fúdoklunk. És ilyenkor megy egy ilyen versenyfutás az idővel, hogy meddig bírjuk, elkezd csökkenni az oxigén szint, és mi az alváslaborban drasztikus értékeket is mérünk. Az, ami én így orvosként is láttam, tehát teljesen megdöbbentő oxigénhiány tud kialakulni, elviselünk, eltűrünk azért, hogy tudjunk aludni, de egy idő után egyszerűen nem bírja tovább a szervezet, muszáj egy kis ébredés, egy mikroébredésnek nevezett vízreakciót hirdett a szervezet, meg tudjuk nyitni a garatizmokat, áramot adunk garatizmoknak, kinyílik, jön a levegő, akkor van a horkantás. És akkor utána újra vissza tud aludni az ember, megint végre lehet aludni, meg visszajött az oxigén szint, életveszély elhárult, lehet aludni,
És ez a folyamat ismétlődik egy éjszaka akár 200-300-szor. Most ez alatt szívritmuszavar jöhet be, magas lesz a vérnyomásunk tőle, ettől lehet később nappali magas vérnyomás, nem csak éjszakai, alvászavarként, tehát az alvást egy éjszaka 2-3-szor meg kell szakítani, mintha oldalba böknének minket, hogy ébresztő, és aztán alszunk tovább. Gyakorlatilag a narkolepsziához hasonló aluszékonyságot tud okozni, vagy tud utánozni a pácienseinkkel. Tehát van, aki a folyosón ülve elalszik, miközben várakozik, vagy állva elalszanak, és balesetveszélyt okozhat nyilván a nappali életünkben. Nagyon sok beteget pedig a kardiológus küld, mert éjszakai szívritmuszavarokat lát, vagy azt látja, hogy be tudtam állítani a vérnyomását, de éjszaka még mindig magas. Nem ér magasnak, éjszaka alacsonynak kéne lenni a vérnyomásnak. Tehát ugye ezek a jelek miatt küldi a kardiológus is a pácienset alvásvizsgálatra. Tehát ilyen miatt is akkor ugye előfordulhat az, hogy éjszaka felébredünk, nem csak a pisilés miatt, mert onnan tértünk át ide, az, hogy inni mennyit lehet. Az eszembe jutott egyébként még, hogy oké, hogy kell folyadékot bevinni, és ezért azért érdemes megfelelő mennyiségű vizet inni alvás előtt. Van-e olyan ital, ami mondjuk ugyanúgy ellazít, mondjuk mint egy bor, stresszoldásra jó, és nem okoz olyan tüneteket magában az alvásban, mint az alkohol. Tehát gondolok arra, hogy teát, vagy tejet. Nem tudom, hallottam olyan tanácsot, hogy lefekvés előtt igyunk egy kis meleg tejet, mert az olyan nyugtató hatású picit, mint hogyha az anyatejre emlékeztetne még kisbabakorunkban. Tehát a melatonin előanyaga, ami van a tejben, tehát a melatonin az pedig egy alvás szabályozáshoz szükséges hormon, az agy termel. Tehát egy ilyen melatonin előanyag van benne, és a meleg pedig ugye a testhőmérsékleti szabályozáshoz tud jó lenni. Gondolkodtam, még esetleg ilyen gyógynövények, teákra gondolsz, de ezekre nem nagyon vannak olyan kutatások, amik meggyőző eredményt mutatnak. Nyilván a feszültségoldó teák jó hatásúak lehetnek. Igen, tehát vannak ilyen gyógymódok. Amit ilyen gyógynövényboltban vagy drogériában is lehet venni, vannak gyógynövényes tabletták, amik segítenek ilyen feszültségoldóként elaludni, meg nagyon könnyen hozzáférhető melatonin is, amit be lehet így venni. Ez egy ilyen gyakorlatilag így természetes módon élelmiszerekben is előfordul, a megyben, mondják, hogy magas a szintje. Tehát, hogy lehet ilyeneket venni. A melatonin az annak van hatása, amiről én tudok, az alvásra, a többi azért kevésbé. Illetve azt szeretném mondani, hogy azok, akiknek elég egy gyógynövényes, de azok általában nem jutnak el hozzá. Tehát én nem látom a pozitív visszajelzést, nem kapok volna. Az étkezés is fontos. Vannak erre is kutatások, hogy mikor együnk lefekvésöt legkésőbb. Azonban én azt gondolom, hogy nagyon nagy egyéni különbségek vannak. Tehát elmondják emberek, hogyha ő nem eszik lefekvésöt, akkor egyszerűen nem fog tudni aludni. Van, aki föl kell álmában, és egyszerűen muszáj ennie. Van, akinek így félig ébren, és félig alvás közben egyszerűen kirámolja a hűtőt, ha nem eszik. Tehát, hogy ezeket nem kell így kőbevésett szabálynak venni, már pedig én nem fogok enni. Most, amit mondanak, hogy ennél lefekvésőt 3-4 órával ne együnk, azt javasolják egyébként, hogy reggel együnk szénhidrátot, és délután már kevésbé, és az alváshoz, a melatonin termeléshez meg pont a szénhidrát, tehát itt vannak ellentmondások. Nem tudok ebbet tanácsot adni, mit kell lenni. Nyilván nehéz ételeket ne együnk, refluxunk lehet, lefekvés, az fekvő pozíció az pont kedvez is ennek. Illetve, tehát, hogy miért te ilyet is ki, hogyha mondjuk, ha 2 órával lefekvés előtt teszünk utoljára, azt nem fogja zavarni az alvást. Ha 1 órával lefekvés előtt, akkor már zavarhatja, hogyha 45 perccel lefekvés előtt, akkor már több ember panaszkodik.
ha már megköszönöm, hogy fél órával lőtt, akkor már legtöbb embernél probléma. Úgyhogy lefekvés után nagyot tehet. Mert a szervezet arra koncentrál, hogy emészem. Igen, emésztésre, igen. Ivás, evés, fürdés, ezeket a alvás megelőző lépéseket, vagy nem lépéseket eddig érintettük. Cigi, akik cigiznek, van-e bármilyen alvást befolyásoló jellemzője a dohányzásnak? Hát én mindenki szokja volna a dohányzásról. Hát én is. Az elcigiről is. Tehát, hogy ne átassuk magunkat azzal, hogy ez csak ez. Tüdőgyógyászok is ezt mondják. Most beszélgettem kollégával erről. Na most a dohányzás, a nikotin az egy stimulás, tehát az pörget. És ugyanúgy el fogunk tudni aludni, mint hogyha kávéznánk, de darabolja az alvást. A másik probléma az a függőség. Tehát, hogy van, akinek olyan függősége van, hogy észnek a föl kell kelni, és rá kell gyújtsa. Tehát ugye ezt én gyakran hallom, tehát, hogy ő éjszaka rágyújt. Ha már rágyújtott, akkor iszik egy kávét is, mert ő úgy tud csak dohányozni, kávét is kell tehát, ugye ez, és aztán nem tud visszaaludni. Vagy nappal álmos. Azért jön el, mert ő álmos nappal. De én azt gondolom, hogy ha már valaki dohányzik, könnyű azt mondani, hogy szokjon le, de hogyha nem sikerül, akkor azért legalább az esti cigit tegye le. Hát azt ne szívj el az utolsó szállat mondjuk aznap, mert tegye el holnapra, hogy ezt már nem, hogy nőjön ki magának egyre korábbi időpontot, amikor már nem szív el. Tudok olyanról is egyébként, akik nem hogy simán cigiznek lefekvés előtt, hanem pont, hogy lefekvés előtt egy speciális cigit hívnak el, tehát füveznek, és kíváncsi vagyok, hogy van-e arra bármilyen kutatás, hogy a marihuána milyen hatással van az alvásra. Hát vannak kutatások, mert nem magyarországiak. Tehát a marihuánában két hatóanyag van, ami az alvás, amely az egyik a THC, a másik a CBD. Ugye a CBD az nem, tehát az nem illegális itthon, tehát a CBD olajcseppek egyébek formájában hozzáférhető is, tehát az egy külön történet. Most a THC-nek ugye ilyen szorongáscsökkentő hatása van, ugyanúgy segít ezen alvásban. Ugyanakkor maga, tehát az alvás alatt ugyanúgy fragmentálja az alvást, és mint az alkohol is, a REM-fázisokat csökkenti. Tehát kevésbé fognak álmodni. És a REM-fázisok azok nem csak arra valók, hogy milyen klassz elmeséljen, meg megfejtsük, meg mit álmodtam, hanem nagyon komoly memóriakonszolidáció zajlik például alatta, illetve a halánték lebenyünknek az emocionális működésnek, a központjának a pihenése, az újraépülése zajlik olyankor. Tehát mondjuk úgy, hogy mondjuk az érzelmi sebeink akkor gyógyulnak, amiközben álmodók az álomfázisban. És ugye ennek a gátlása miatt, tehát az, hogy gyakorlatilag a komoly marihuána függők szoronganak. Tehát szorongás alakul ki azért az alvászavar miatt, és emiatt kell újra és újra szívni a alváshoz, mert ugye a szorongás van, nehéz elaludni, meg alvászavar csinál. Illetve, ha már egyszer nem gyújt rá, abba hagyja, akkor meg az elvonási tünetek miatt lesz probléma, és jelentkezik. De én nem vagyok addiktológus, én ezt ennyire értek csak. A CBD az egy másik történet, ugye itt erre is vannak kutatások, de nagyon ellenhondásosak. Nem lehet még kimondani, hogy ezt vagy azt, meg nincs olyan, hogy most mennyit szedjek. Tehát én nem tudok én erre válaszolni. Azt mondják, hogy a kicsi adag az inkább fölébreszti az embert, inkább élénkítő, nagyobb adag az, ami segíti az alvást, átalvást. Lehet benne szerepe, lehet, hogy egyszer majd erre lesznek ajánlások. Ugye, illetve fájdalomcsillapító hatás, mert krónikus fájdalmakban, fájdalomszindrómákban például hatásos lehet, de erre egyébként vannak jó gyógyszerek is, tehát van erre más megoldás is. Bármi más lépés az alvás előtt, gondolok arra, hogy szellőztetés, vagy nem tudom, bármi más fontos lépés. Ugye, beszéltük a fényt, én mondtam, hogy azért szerintem túl van misztifikálva. Tehát, hogyha valakinek jó az alvás, szabályozat nincs alvásbetegség, akkor azért fog tudni aludni. Fény ide vagy oda.
de azt mondják, hogy ha akarunk javítani, akkor azt kéne csinálni, hogy a reggel egy éles kék fény érjen meg. Ez a napfény. Tehát reggel fölkelünk, menjünk ki a napfény nappal, legyünk minél többet a napon, vagyis érjen minket természetes fény, este pedig csökkentsük a fényerőt, és lefekvés előtt egy órával már legyen ilyen fél homály, és meleg fény. Tehát a hideg fényű ledes izókat próbáljuk meg kiiktatni. Meg a monitor, a kütyűnek, mindennek a fényerét le lehet így venni, be lehet állítani ezeket. Vannak ilyen kékfényszűrős szemüvege. Ugye ennek az, hogy a kékfénynek van egy ilyen biológia, ez a belső óránkat, a cirkadián rendszerünket tudja átállítani. Ezt egyébként ki is használjuk. Tehát, hogy terápia valakinek jetlagban lehet használni, vagy valakinek nappali álmossága van, akkor ilyen természetes stimulásként lehet használni. Most láttam ilyen kékfény szemüveget, amit lehet venni interneten. Például így fölveszi az ember, ilyen ribénál néz ki, de egy kék fénysávot vetít a szemünkre. És akkor ezt délelőtt használjuk, akkor ez felélénkít minket. Ugye most elalvásról beszélünk, akkor meg ugye ez a kék fénynek a kivonása lenne az, amit lehet csinálni. Nagyon fontos, hogy az éjszaka megalapozása az napban fontos lenne, hogy rendszeresen mozogjuk. A fizikai aktivitás nagyon fontos. Ez, ha lehet, akkor ne este mozogjunk le fekvésre, ha csak akkor van idő, akkor is inkább csináljuk, mindent csináljuk. Tehát, hogyha legyen emiatt probléma, hogy akkor most már nem. Nyilván ugye, ha lehet, legyen csönd. Na most van olyan helyzet, hogy nincs csönd. Tehát, hogy zajos képzelben alszul, ilyen VH ajánlás, hogy 40 decibel fölött ne legyen a hálókörzetnek a hangerje, de ugye van ilyen, hogy mondjuk forgalmas út, mert alszunk. Vannak ilyen próbálkozások, hogy fehér zaj, meg a rózsaszín zaj például, amelyet is kitalálnak. Nem nagyon vannak ennek tudományosan igazolt hatásai, vagy hogy ez jó lenne, de ahogyha nagyon zajos a külső között, akkor segíthet. Vannak ilyen playlistek Spotify-on, hogy nem tudom, ilyen meditációs zene elalváshoz, és nem tudom, hány hercen, gyógyító hercen, meg ilyenek. Én azt szerintem annak nincs alapja, vagy nincs értelme. Az alvás alatt zene, az akkor, hogyha muszáj. De ha lehet, akkor inkább ne. Tehát, hogy gyakorlatilag az történik alvás alatt, amikor az agyunk ezeket az külső közvetből érkező ingereteket mind kapuzza. Tehát, hogy nem engedi be az ingert, amiközben alszunk, és bármi történik, akkor van egy ilyen döntő folyamat, hirtelen zaj történik, akkor eldönti az agy, hogy ezzel kell foglalkozni, vagy nem. Ha csak bekapcsol a hűtőszekrényt, tudjuk, hogy ez egy ismerő zaj, nincs veszély, lehet el aludni. Na most, amikor egy ilyen folyamatosan szól a zenő, gyakorlatilag ez a döntési folyamat, ez folyamatosan megy. Tehát, hogy ronthatja az alvás minőséget egy ilyen alvás alatt szóló zene. Ugyanakkor, ha elalvás előtt hallgatjuk, mert segít aludni, abban segíthet. Uh-huh. Ebben van ráció, csak alvás előtt ne szóljon. Uh-huh. Amikor el akarunk aludni, akkor meg kapcsoljuk ki. Meg a tévét is. Meg a tévét is. Igen, mert sokan arra szoknak el, hogy én csak tévére tudok aludni. Igen, így van. De azt gondolom, egy rossz szokás, amire le lehet szokni. Hát, ha le tud szokni róla, akkor jobban jár. De hogyha nem tud leszokni, nem... csak kínozza magát vele, próbálkozik, de nem elég kitartóan, akkor inkább ne szokjon le róla. Szóval így inkább aludjon, ha csak így tud aludni, vagy egyébként probléma lenne az alvással, csak ha lehet, nem menjen egész éjszaka. Nekem az egyik gimnáziumi tanárom mondta, hogy alvás közben, vagy az alvás elején nagyon hatékonyan lehet tanulni, hogyha hallunk valamit közben, vagy hallgatunk valamit közben. Igaz ez? Én ezt szerintem nem. Viszont az alvás és tanulás, amiben gyerekkoromban volt egy ilyen, hogy,
hogy tegyük be a párna alá a könyve leolváshoz. És akkor én még ezt így próbáltam már az anatómia szigorlat előtt is használni, és akkor 15 darab könyvet raktam a párna alá, és akkor ilyen nyakfájdalommal ébredtem. De ez, ebbe az a ráció, hogy valóban az alvás alatt tanuljuk meg a dolgokat, de ezt, tehát hogy az a mondjuk a segítség, hogyha nem kell, csak egy verset kell megtanulni másnapra, hogy lefekvés előtt el kell mondani újra, tehát ismételjük át már az ágyban fekve. Mert alvás alatt az agy az ilyen elalvás előtti tanult információkkal foglalkozik. És gyakorlatilag én nálad kísérletek vannak erre, mert abban modellezték, a kis patkánynak megtanították, hogy a labirintusban hogy kell, merre kell forognia, jobbra-balra, egyenesen előre-balra, stb., akkor kit fog jutni. És ezt látják, hogy az agyban, mikor erre fordul, mi történik. És azt látták, hogy alvás alatt is folyamatosan ez az információ így pingpongozik az agyában. Tehát, hogy alvás alatt tanuljuk ezeket, tovább foglalkozunk azzal, és hogyha az a kísérleti állat lefekvés előtt, vagy alvás előtt csinált ezt, akkor ez intenzívebb volt. Tehát, hogy érdemes lefekvés előtt átolvasni, ha mi is ilyen szinten úgy működünk, mint a szegény egéves patkány volt ez. Tehát ez az alvás előttre érvényes, de mondjuk, hogy ha már elalszunk, onnantól kezdve már mindegy, hogy hallgatjuk-e, mondjuk. Egy előadást például, vagy podcastot. Igen, szerintem megnyugtatja a lelkismeretünket. Mert ugye az a egyetemista koromban, ugye, hogy nem olvastam még ezt át, és nem fekszem le, mert végig olvasom. De az az alvás, amit kihagyok, az nagyobb kárt okoz, mint hogy azt nem olvastam el. És hogyha ezt el tudom engedni, bocsánat azoktól, akik pont azt húzták, és semmit buktak meg, és rossz tanácsot adtak, de hogyha ezt el tudja engedni az ember, hogy ő most ezt még nem hallgatta meg, és fölrakja, akkor ez ennyibe segít, én szerintem. Most, hogy gondoljuk el, hogy ahogy elalszunk, rögtön jön egy fiatal egészséges embereknél, rögtön jön egy nagy mély alvás, egy órás, másfél órás. Olyan időszak, ami gyakorlatilag mind aki kómában van, olyan állapot vagyunk, csak az a különbség, mi ébreszthetőek vagyunk. De olyan intenzív, szinkronizált, összehangolt, lassú agyi elektromos aktivitás van, amiben nem jut be információ. Tehát ezt hiába hallgattuk. Maximum zavarhat, hogyha hirtelen váltás van a szövegben, vagy a hangerőben. De akkor ugyanez a döntési folyamat jön, hogy most fel kelljek, meg kelljek. Mielőtt magára az alvásra rátérnénk, van-e még esetleg bármi más, amivel segíthetünk az alvás minőségén? Ami fontos, és elfejtettem az elején, ezzel kellett volna kezdeni, az a rendszeresség, hogy mindig ugyanakkor feküdjünk, és ugyanakkor keljünk le, kivéve, ha több műszakban dolgozunk, de ha megtehetjük, akkor így kell aludni. És ami még szóba jöhet, hogy mondjuk lefekvés előtt csináljunk valamilyen kis meditációt, vagy valami kis lelki munkát. Ha lehetne, akkor gondoljuk át nagyon nagy problémáinkat. Erre inkább nappal fordítsunk időt, akár felhúzhatunk erre is egy kis időzítőt. Hogy csörögjön az óra, hogy most kell aggódni, ezt a pszichológus, a pszichoterápiában aggódó fél órának hívják. Vagy vezessünk naplót, hallgassunk valami nyugis zenét, relaxáljunk, jógázunk, esti imádságra, kivallásos, imádkozunk, mondjuk el rózsafüzét. Szóval tényleg, ami segít egy kicsit elcsendesülni, lelassulni és rákészülni az alvásra. Kérlek, kattints a feliratkozásra vagy a követésre. Köszönöm. Hogyha pedig elaludtunk, már azért párszor szóba kerültek a fázisok, milyen fázisok váltakoznak és hogyan alvás közben? Ja, az alvást, ez kétféle alvást stádiumra, egyik fajta tovább bontjuk még négy felé, tehát két fő fontos alvást stádiumra bonthatjuk, van az álmodó alvás, a REM alvás, és a nem álmodó, vagy a non-REM alvás. Ez a non-REM alvás, ezzel kezdődik az alvás. Ennek négy stádiuma van, újabban már csak háromra bontjuk. Ugye az első az, amikor itt csak szendergünk, egy ilyen kis felszínes alvás, amikor még könnyen ébreszthetőek vagyunk. Ez elég hamar véget ér, például egy pár perc alatt már is a kettes stádiumban találjuk magunkat. Ilyenkor már nehezebben vagyunk ébreszthetőek. Sok szakértő
ezt tekinti igazából alvásnak, tehát az alvás első igazi kezdetének. És az első, tehát az alvás kezdetén nagyon hamar átjutunk, még ez ebből is a mély alvásba. Ez a hármas vagy négyes fázis, tehát vagy az régen ketté mondották, most már hármas fázisnak hívják, vagy mély alvásnak, vagy deep sleepnek. Ezeket mérik a kütyük, amiket hordunk, meg mutatnak a betegek, hogy neki ennyi a mély alvása. Tehát, hogy ez ami körülbelül az első az alvás kezdetén kb. Egy óráig tart, és azután pedig jön egy álomfázis, egy REM fázis. Az álomfázisban gyors szemmozgásaink vannak, és teljesen bénultan fekszünk. Nem tudjuk megmozgatni magunkat, vagy nem tudunk mozdulni. Ha megemelik a kezünket, mint egy ronybaba, ilyen leszuhan, tehát hogy így nem nincs izomtónusú. És ilyenkor vannak a nagyon intenzív élénk álmok, amiket vagy emlékszünk rá, vagy nem, de mindig álmodunk. Na ez, amit így elmondtam, ez egy alvásciklus, és ezek ismétlődnek az éjszaka folyamán. Jó esetben 4-6 alkalommal. Tehát ezek és a legtöbb embernek másfél órás egy alvásciklus, de ebben vannak egyéni eltérése. És az alvás kezdetén az első egy-két alvásciklusban van az igazi mély alvás, utána pedig már csak felszínesebb alvások jönnek, és az álomfázisok pedig egyre inkább hosszabbodnak, tehát átveszik az uralmat az alvás fölött. És mondhatnánk azt, hogy az alvás az gyakorlatilag egy ilyen harc a kétfajta alvás között, egy olyan folyamatos harc, hogy az első elalváskor egy nagy mély alvás igényünk van a nagy fáradtságtól, és a REM fázis az csak másfél óra vagy egy óra után jut szóhoz, és amikor pedig az éjszaka második felében pedig már tudnak jönni a REM fázisok, már megérvényesülni tudnak, mert akkor a mély alvás igényünk már kielégült, és akkor tud a REM fázis jönni, és sok ember azt mondja, hogy éjszaka közepén fölébedés, mert teljesen kianudta magát, hogy már nem is tud aludni, vagy azt mondják, hogy fölébedek éjszaka, és aztán már csak ilyen felszínes az alvás van, meg forduló. Gyakorlatilag az a normális. Tehát, hogy ilyen a tankönyvi alvás, amit elmondanak. Azt, hogy éjszaka fölébedés már nagyon ébrennek érzi magát, az azért van, mert az adenozin, amit ugye a koffeinnél magyaráztam, az ott már teljesen kiürül. És akkor egyéb alvás programok fognak kezdődni. De attól függetlenül ugyanúgy fontos, hogy utána folytatódjon a... Így van, így van. És ugye az egy ilyen fontos dolog, hogy... És hogy ne csak mély alvás legyen, de ugyanúgy fontos az álmodó REM fázis. Tehát amióta ezek a kütyükkel ilyen mély alvás valamit mérnek, nem mély alvás mérnek, mert nem alvás mérnek ezek az okos órák egyébek, hanem mozgást mérnek. És a mozgásra tesznek rá egy algoritmust, ami alapján megpróbálják azt mondani, hogy ez most ilyen alvás, meg olyan alvás volt. Tehát igazából mi alvást EEG-vel lehet mérni. Tehát ha fejünkre nem tesznek semmit, nincs fejünkre rakva semmi, akkor nem tudnak mi alvást mérni. Csak akkor, annak nevezik. Akkor az is igazából kamu, amikor van a telefonon egy applikáció, ami okos óra nélkül, csak magunk mellé tesszük és hallgatózik, hogy menjünk meg, hogyan alszunk, az is. Ezek az, hogy gyakorlatilag kihasználják azt, hogy a tankönyv mondja, hogy most milyen alvást állítani, és tehát erre írják az algoritmust. Ugyanakkor a legtöbb embernél azért, akinek nincsen alvásbetegsége, el tudja találni. Én szeretem, hogyha valakinél van ilyen, megnézzük, vagy alváslaboros vizsgálata van, tehát ilyen korrekt, objektív, percre kimért alvás vizsgálata van, és akkor össze tudjuk mérni, hogy az órája mit mér. Akkor a kalibrálni tudom, hogy az ő neki jól mér-e ez, vagy későbbiekben tudja ezt használni referenciaként. Tehát egy egészségesen alvónál a különböző jelekből, tehát nem közvetlenül, de úgy közvetetten jól tud következtetni. Van, akinél jól, igen. Uh-huh. És akkor van olyan, hogy azt mondja, hogy nekem nem mér, hogy alszom, de én alszom. És akkor kiderül, hogy alvása mélye van. És azért nem mér alvást a kütyű, mert állandóan mozog. Fél percenként rándul egyet a keze. És ez miatt azt gondolja, hogy az algoritmus az működik, hogy ha mozog, akkor nem alszik.
ezek az elalvós rándulások, ezek micsodák, és mennyire normális? Az normális, amire te gondolsz, az a hypnic jerks, úgy hívják ezt, ilyen elalvás kezdeti, nincs hát jó magyar szórát, hogy alvás kezdeti rándulás. Ez akkor van, amikor az ember, hogy alszó kell, és folyamatosan kapcsolnak le az ilyen különböző központok, hogy kapcsolja le a lámpát mindenki, megy haza az irodában mindenki, és tehát mondjuk az a rendszer, az a proprioceptív rendszer, ami működik ébrelétben, alvás alatt is, de hogy ébrelétben jobban tudatosul, az, hogy én fekszem a matracon, rajta van a ruha, ezt úgy érzem, nem tudatosul, de azért van róla információm. Ezt egy hamarabb kapcsol le, mint a tudatom. Már éppen én is alszom el, és azt érzem, hogy zuhanok. Tehát, hogy ezt így megrázzák, és akkor van egy ilyen nagy rándulás. Van olyan is, hogy az ember már azért alszik is, és akkor nem csak rémfázisban lehet álmodni, tehát ilyen egyszerűbb álmok, mint egy alvástadióban lehetnek, hogy azt így hozzáálmodjuk, hogy mondjuk melléptem a lépcsőnek, és megbotlottam, és akkor korrigálok. Ezt is sokan mondják, hogy ilyen. Van, akinek ez a probléma, hogy elalváskor mindig van ilyen, és állandóan fölébred rá, tud visszaludni, ritkán már, hogy ezt problémát okoz. Egyébként ez egy normális jelenség. Tehát ezek a zuhanás jelvények, ezek teljesen normális. Tehát a mély alvás mellett ugyanúgy fontosak a REM fázisok is. Melyik fázis alatt történnek milyen jótékony dolgok az agyban? Ezt lehet tudni. Ugye az első alvás ciklusnak a mély alvása az nagyon fontos, hormonális változások vannak, metabolikus változások vannak ilyenkor. Az agyunk, meg a testünk is ilyenkor regenerálódik, a gyógyulási folyamatok, az immunrendszeri működéseknek nagyon fontos részei vannak ilyenkor. Illetve a tanulásban van szerepe, az a mély alvás. Nyilván fontos. Én inkább csak azt mondom, hogy a REM-fázis is fontos, meg a felszínes alvás is fontos. Na most ezek tehát nem csak ez a legfontosabb. Most a mély alvásban leginkább ezek a dolgok történnek, álomfázisban pedig érzelmi feldolgozások, memória folyamatok vannak itt is. Gyakorlatilag kiszelektáljuk azokat az emlékeket, amik már nem fontosak. Az agytisztulása zajlik. Nagyon fontos ez, aki mondjuk Alzheimer-kort akar megelőzni, ezzel lehet foglalkozni, hogy oldjon az alvása, mert az agytisztulása, ha nem jó, akkor ott lehet ilyen Alzheimer-korhoz vezető folyamatok lehetnek. Illetve a REM-fázisban még a kreatív gondolkodás, az, hogy csapatmunkában együtt tudunk működni, értjük a másik embernek az érzelmeit, ezek is gyerekkorban itt alakulnak ilyen fázisban, így fejlődnek, felnőtt korunkban pedig tartódnak szinte. És mit jelez az, hogy ha valaki nem emlékszik az álmaira, mondjuk hosszabb távon? Szerintem tök normális. Tehát, hogy ha valaki nagyon sokat álmodik felnőtt korban, idősebb korban. Ha nem abból ébredünk föl, vagy fölébredünk, de egy nagyon rövid ideig emlékszünk rá, aztán elfelejtjük. Hogyha nagyon sokat emlékszünk rá, az inkább lejelezhet alvászavar. Tehát, hogy inkább az. Fiatalabb korban inkább emlékszünk még rá. Most egyszer-egyszer álmodunk, akkor nem kell rögtön orvoshoz szaladni, de hogyha nagyon-nagyon rossz álmaink vannak, akkor az jelezhet problémát. Illetve vannak olyan pszichiátriai betegségek, amik ugye alvászavarra tünettel járnak. Ilyen például a poszttraumás stressz zavar, a szép példája, akkor álomfázisból mindig fölébred, és álmában küzd, vissza újraéli a traumát. Vagy neurológiai betegség is lehet. Van olyan, amikor egy idősebb ember álmában verekedni kezd. De igazi mozgásban megjelenik, tehát a hálótársat vétlen megüti. Ez egy REM magatartás zavar. Ilyenkor nem működik az a bénulás, az a gátlás, amit kéne csinálni, ez későbbi neurológiai betegség előjele lehet. Innen jut eszembe az alvajárás. Igen, az alvajárás az igazi csemege számunkra. Jó volt, hogy megbeszéltük a különböző alvástádiumokat, mert az alvajárásoknak is úgy vannak, igazán két fő nagy csoportja, hogy melyik alvástádiumban történik. Igazából az történik, hogy amikor alvás és ébrelét között, vagy fölébred az ember, de az alvás és ébrelét közé egy köztes állapotban ébred,
és ilyenkor az agyi aktivitás az olyan, mintha aludna, ugyanakkor magatartási szinten, meg mintha ébren lenne, tehát úgy működik az ember. Egyébként a nem álmodó alvás, a non-REM alvásban érkező ezek a gyakoribbak, és ezek általában gyerekkorban kezdődnek, tehát ugye a gyerekek 6-10%-án előfordulhat alvajárás, és ez így ilyen 20 éves korunkra így eltűnik. 20-pár éves korunkra, normális esetben. Tehát egy 50 éves embernél már extrém ritka, hogy még mindig alvajáró. Ez azért van, mert a gyerekeknek a 6-10 éves kor körül ugye a gyerekek alvása más, mint a felnőtteké, és akkor egy ilyen 6-10 éves kor körül gyereknél az agyérése miatt nagyon intenzív, mély alvás kezdődik, és ez kedvez az alvajárásnak. Tehát ott ki tud alakulni egy ilyen kis hiba, be tud ütni a rendszerbe, és akkor elkezd járkálni, beszélni, vagy ordít álmában, vagy ordít alvás közben, és nem lehet fölébeszteni. Most ezek általában az éjszaka első felébe jönnek, ismétlődhet egyszer-kétszer is lehet. Ami vele probléma az, hogy sérülésveszélyt okoz a gyereknek, vagy a felnőttnek. Akár magának, akár másnak is, nem? Hát másnak nem annyira jellemző. Nem annyira. Akkor nem kell félni az alvajáról. Van olyan, hogy azt mondja, hogy mondjuk meghúzta a mellette levőnek a haját, és hogy valahogy olyan álomképeletet, mint hogy mellette fúdokolt volna, és ki akarta menteni a vízből, ilyet mond, vagy... De az de akkor azok a horrorfilmből való jelenetek, hogy valaki úgymond elkezd alvajárni, és akkor követel különböző dolgokat, akkor olyan tudod. Hát ez ugye érdekes. Egy-egy ilyen eset előfordult azért, amiről így hallottunk, hogy ez inkább már ilyen igazságügyi vonal is, hogy most bizonyítani, hogy ő ezt alvajárás közben követel, és nem szándékosan. Tehát, hogy azért ez nehéz. Vannak extrém is, van, aki ilyen szexolnia is előfordult, tehát ilyen álmában szexuális tevékenységet folytat valaki. Olyat láttam még, gyakorlatilag a nappali tevékenységet jellemző dolgot csináljuk azért. Van, aki azt mondja, hogy csetelt álmában, tehát a telefonon üzeneteket írogatott, a barátait megsértette, másnap szóltak, hogy milyen nem tudom, ez egy fiatal szláng volt, már emlékszem, hogy milyen gonosz voltál. És akkor, vagy egy lány piercinget akart berakni a fülében. Egyébként ez jellemző, tehát hogy többet rakott már nem a nappal is, egy éjszaka kiszúrta a fülét. Tehát inkább olyanokat csinálnak az alvajárók, amiket amúgy is csinálnának. Vagy nem állt tőle olyan tartó. De más a REM függő, az meg más. Tehát ott azok ott verekednek, rémálom, zavar, ordít, fölébred, retteg, és vagy menekül, kifut a szobából, hát, hogy ilyenek vannak. Ez egy veszélyes lett, aki a galérián alszik, hogy a lépcső házban lefut. Ezzel mit lehet kezdeni az ilyen esetekkel? Ugye érdemes alvásvizsgálatot csinálni, mert akkor látjuk, hogy van-e valami olyan folyamat, ami az alvást megszaggatja, tehát hogy megfragmentálja. És ha ilyen van, akkor azt lehet célzottan kezelni. Ha pedig nem találunk ilyet, akkor nem elég a biztonságos hálókörzetet kialakítani, tehát mondjuk még így is fennáll sérülés veszély, hogy berácsozták már az ablakot, meg lezárták a lépcsőt, meg eldugták a kulcsot, meg a késeket, akkor lehet gyógyszert adni rá. Ez olyan gyógyszer, ami mondjuk egy kicsit elrontja a mélyalvást. Tehát nem lesz annyira erős mélyalvással, ilyen voltam is szó. Cserébe jól alszik éjszaka, általában nem is annyira fáradt napban. És akkor ez egy olyan gyógyszer, hogy egy idő után már nem kell szedni, gondolom. Tehát, hogy így ki lehet ebből jönni? A non-REM típusúakat általában kinövik. Én is alvajáró voltam egyébként, még 20 éves koromban is, kollégiumban, úgyhogy én is egy példa vagyok rá, hogy kire nőni. A fogcsikorgatásról mit lehet mondani? Ezt egyébként ez mennyire gyakori és mennyire ártalmas, erről le lehet-e szokni? De fogcsikorgatást azt inkább a fogászoknak az asztal, hogy ők látják az eredményét, hogy lekopnak a fogak. És van ilyen megoldás, amit ők be tudnak állítani, vagy fogszabályozók, foglalkozók, vagy fogorvosok, amik ilyen harapás emelőnek hívják, amit betesznek.
éjszakára, és akkor nem csikorgatja, illetve megnédi a fogakat. Hogy ez, hogy nem jó a harapás, tehát nem pont megfelelő a fogak illeszkedése, és a halvás közben keresi az egyensúlyt a rendszer, illetve feszültségfüggő komponense is van, tehát túl sok stressz van egy emberben éjszaka is, akkor rosszabb lehet, tehát egy ilyen oldalról is meg lehet közelíteni, hogy milyen feszültségcsökkentést alkalmazni, illetve alvásoknak és horkolósoknak is lehet. Tehát amikor megszakad az alvás, akkor beindíthatja. Tehát vannak ilyen, ez egy inkább egy határtületi dolog. Mi van akkor, hogyha nem a saját horkolásunk miatt kell aggódni, hanem mondjuk a hálótársunknak a horkolása kelt fel minket? Hát általában azt a tecsei megbögdösi, forduljon meg. Ez ugye egy ilyen tök jó megfigyelés, és tényleg működik is nagyon sokáig, hogy először csak hátul fekve fel, akkor nagyon sok ember. És akkor oldalra fordulva, vagy hasra fordul, akkor alszik fel, de kicsit csöndel. Vannak egyébként ilyen praktikák, mondják a szegény, megnyúzott betegeim, hogy a férfiak is szenvednek ettől. Tehát van azért, aki azt mondja, hogy nem tudom neki, mit hallgatózik, aludjon. Tehát van ilyen is, de azért van, akit ez megvisel, hogy zavarja a hálótársát, és akkor azt mondja, megvárom, még elalszik az asztalon, és aztán megyek lefeküdni. Az éjfél egyik itt ülök kint, várom, hogy aludjon, és akkor mehetek csak aludni. Nagyon sokan külön hálószobába költöznek emiatt. Ugye ez a tipikusan akkor ilyen problémát, amikor elmennek egy wellness hétvégére, és azért nem akarnak külön szobát kivenni nők is horkolnak egyébként, ugye a családfőnek. Az már drága, akkor elviselik. De mondják, hogy ilyen közösen elmegyünk pecázni, és a haverok kiraktak a kutyákhoz, a lakókocsiból kiraktak, a sátorban aludtam, nem tudom, hogy ezeket így végig szenvedik. Vannak kinek, ez nagyon megalázó. Tehát ezért ettől szenved, de az is, aki horkol, nem, mert bántják miatt, úgymond. Volt egy néni, aki azt mondta, hogy a kórházban megverték a hálótársa, és azért nem mer menni, rehabilitációra mehetne, de nem mer menni, fél, hogy megint bántani fogja. Ilyen extrém dolog is előfordulhat. És mit kezdhet az egyébként, mit lehet tenni, hogyha valaki horkol? Hát azért, hogyha csak horkolás van, tehát ki tudja magát aludni, egyenletes, normális horkolása van, akkor legeslegegyszerűbb, hogyha valakinek túlsúlya van, akkor fogyjon le. Tehát az egy mindenre jó, tehát jól fog kinézni, meg sokáig fog élni, meg egészséges lesz, meg stb. Tehát, hogy ha az van, hogy följött egy pár kiló, azóta horkolok, akkor fogyjon le, és akkor megoldódik a probléma. Hogyha van valamilyen betegség társa hozzá, kezdődik egy magas vérnyomása, vagy éjszaka ki kell járni, pisilni többször is akár nappal, jön egy ilyen álmosodás, nem, mindig ebéd után, már nem tudok úgy ébren maradni, mint régen, akkor is álmosodom, de most már nagyon szenvedek. Tehát romlott ez a nappali funkció. Hiába alszom már többet, mégis álmos vagyok, akkor el kell menni kivizsgálatlanul. Tehát alvás vizsgálatra. Én könnyű helyzetben vagyok, mert látom, ugyanhozzám valaki, hogy látom az alvás vizsgálatát. Tehát, hogy akkor így meg tudom mondani, hogy vannak elégzéskimondások, vagy nem. Tehát, hogy kell ezzel orvosi szempontból foglalkozni, vagy nem. Jobb, hogyha nem horkol. Azért, mert a horkolás az egy vibrációs ártal a magadnak, és előbb-utóbb lesz belőle probléma. Tehát, hogy most éppen még oké, de én azt el szoktam mondani, hogy lehet, hogy 5 év múlva már nem lesz ez oké. Tehát érdemes ilyenkor, én azért mondom, hogy könnyen beszélek, mert én ezt az alvás ugyanott látom. Hogyha vannak alkalmazások, amik mérik. Tehát lehet ez a hangot fölvevő, van erre direkt horkolásra is változat. Nagyon szépen mutatja a horkolásnak a ritmusát, hogy az egyenletesen, folyamatosan horkol, vagy a kütyű azt méri, hogy normális az oxigén szinte éjszaka. Tehát egy ilyen olyan okos óra, ami folyamatosan méri az oxigén szintet nagyobb, viszonylag nagyobb mintavételi frekvenciával. Látok egy jobb képet, látom egyenletes az oxigén szint, akkor nagyjából alvás vizsgát nélkül is azt lehet mondani, hogy talán nincs baj. Ha a fogyás nem segít, mert mondjuk nincs túlsúly, akkor ugye az, amit beszéltünk az egyik oldalba, hogy forduljon meg, ez a pozicionális terápia,
akkor feküdjön oldalt, hogy feküdjön hasonló. Legtöbb ember saját magától rájön, és azt mondja, hogy én nem tudok a hátamon feküdni. De azt mondja, az mutatja, hogy háton fekvés, belézés kivadásai lehetnek. Tehát ha már aki nem tud a hátán fekvani, de hogyha oldalt fekve, hasonló fekve, nem horkol, akkor az így működhet. Érdemes elmenni fülorgégészetre, hogy van-e valamilyen orlégzési akadály, de egyéb ilyen probléma, belenéz, ezt megmondja, hogy kell egyéb dolgot csinálni vele. Ha allergiája van, asztmája van, allergia, illetve refluxa van, ezeket kell kezelni. Akkor is, hogyha el vagyok, csak nem okoz olyan nagyon erős tünetet, vagy akkor egy ilyen krónikus garatirritáció, ezt tovább fogja rontani ezt az állapotot. Tehát, hogy ezekkel lehet foglalkozni. Hogyha az egyéb dolgot szeretne, tehát, hogy nagyon zavaró horkolás hangos, akkor kell egy alváslaboros kivizsgálás, vizsgálat. Hogyha nincs légzés kimaradása, akkor lehet fülorgégészeti műtétet csinálnak, létezik rá. Illetve vannak ilyen olyan szájbetétek is, nem amilyen fogcsipordató ki, hanem horkolás-gátló szájbetétek is léteznek. Tehát van ilyen horkolás fogászak, létezik ilyen, és akkor erre lehet szájbetétet beállítani. És ez nem olyan, amitől így nehezebben alszik el az ember? Hát egyéni különbségek vannak, van, aki könnyen megszokja, van, aki nagyon nehezen. Tehát ilyen van, akinek könnyebb ez, van, akinek nehezebb, van, aki tök jól alszik ezzel, és nem horkol vele. És azért ez egy a fogakon rögzül, és vállalatot esetekben használ ez csak. Tehát nem mindenkinek jó, nem minden horkulak jó. Azoknak jó, akiknek a harapások, az alsó metszőfogaik sokkal hátrébb vannak, mint a felsők, amikor olyan bambolósan tartja. Tehát ott ez segíthet. De ott is érdemes ezt fogásszal, vagy fogszabályozó szakorvossal megcsináltatni egy ilyen szájbetétet, mert akkor jó lesz az illeszkedés, nem fogja hosszú távon rosszul terhelni az állkapocs ízületet. Milyen pozíció a legideálisabb az alváshoz? Kérdezz meg egy gasztroenterológust, egy kardiológust, egy tüdőgyógyászt, és mindenki mást fog mondani. Ugyanúgy egy gyógytornász. Miért? Hát, mert szerintem különböző szempontok vannak. Nem tudok rá, igazából nem tudok rá jó választ adni. Én azt gondolom, hogy ha lehet, az oldalt fekvés a legjobb. Én azt mondom, én magam is abban alszom. Én a bal oldalomon fekszem, most gyakorlatilag ugye a reflux, akinek refluxa van, az ilyen féli, ilyen emelt párnával aludjon, akinek az a terhesség végén, amikor a magzat nyomhat ilyen nagy belső vénákat, akkor javasolják a bal oldalt fekvést a kismamáknak. Én azóta úgy maradtam. Tehát, hogy ez a valamiért így tudok csak aludni. De egyéni preferenciák is vannak. A hátonfekvésben szokott leginkább légzéskimondás lenni. Tehát a horkolás mellett. Ez egészséges embereknél is előfordulhat. Óránként 5 alkalmat már még normálisnak tart a szakma. Ez az van, hogy a hátonfekvésben a nyelvgyök hátra tud mozdulni egy picit. Főleg akinek szűkebb a torka, az ilyenkor így megnyilvánulhat. Na most akinek van egy elhízása, Magyarországon az elég gyakori sajnos. Azt mondják, hogy Európában egyedik legelhízottabb nemzet vagyunk. Akinek elhízása van, az a garati rész, ez nagyon szűk. És az elenyedő izmok miatt összeérnek. A garatképetek nem tud levegőt venni, ezért alakult ki náluk nagyobb valószínűséggel az alvásjapna szindróma. Azt látjuk, hogy már ilyen 30-31-es BMI mellett már érdemes lenne vizsgálni az embereket alvásjapnaira. Beszéltünk az alvást megelőző folyamatokról, az alvás magáról, az alvásról, és beszélünk az alvás utáni időszakról. Hogyan kell jól ébredni? Na, itt a rendszeresség nagyon fontos. És azt mondják, hogy ha sikerül azt megcsinálni, hogy hétvégén is fölkeljek ugyanakkor, mint hétköznap, hogyha minden nap ugyanakkor kerünk föl, akkor a szervezetünk a belső óránk gyakorlatilag tudni fogja már, hogyha kelés idő jön, és felkészíti a szervezetünket az ébredésre. Ez azt jelenti, hogy már ébredés előtt fél egy órával elkezd emelkedni a kortizol szint. És egy idő után már nem fogunk órára, nem kell órára kelni, tehát föl fogunk ébredni saját magunktól, sokkal jobban fogunk érezni magunkat.
Ugye mondtam ezt a hűvös hálószobát, az ébredés előtt időszakban már jó lenne, egy kicsit melegebb lenne a hőmérséklet. Ha valakinek van ilyen okos termosztátja, és meg tudja ezt csinálni, akkor az a alvás alatti 18-20 fok, az ébredéskor már kicsit magasabb hőmérséklet beállít. De ezt vannak erre kutatások, azt mondják, hogy majd ilyen okos matracokat csinálnak, vagy ilyen okos pizsamát, ami így melegít, úgy melegít minket, a kezünket melegíti, törzsünket hűti. Szóval vannak ilyen okosságok, próbálkozások. Tehát ugye ez a hőmérséklet. Ugye az a jó, hogyha sötét a hálószoba, reggel meg az a, hogyha érnénk hát napfény. Tehát hogyha fölkelünk, kimegyünk a napfényre, jó, aki korai kronotípus, tehát a pacsirta alkatúak, azok általában nagyon könnyen magukhoz térnek. Tényleg ne igyanak fél órán, egy órán belül kávét nem kell. Ha úgy érzi, nem kell. A késői kronotípusok nehezen ébrednek, ők kihatnak már korán kávét, vagy lehet. Szóval nem. De egyik, ez se dogma. Tehát, hogyha úgy érzi, hogy úgy kényelmes, akkor úgy így van. Inkább éljük az életünket. És miután felébredtünk, ugye végezzük a dolgunkat, és mondjuk, hogyha valaki megteheti, mondjuk hétvégén úgy gondolja, hogy egy kiadós ebéd után, vagy nem annyira kiadós ebéd után, de az mindegy is, hogy sziasztázna. Mennyire, meg hát ugye egyes kultúrákban ez még hétköznap is bevett szokás. Ez jó dolog, vagy inkább ártalmas van a sziasztázás? Is. Tehát ugye erre vannak ajánlások, azt mondják, hogy vérnyomás csökkentő hatása van a délutáni sziesztának. Ami probléma lehet vele az az, hogyha sokáig alszunk, vagy későn csináljuk, késő délután, akkor csökkentheti az esti alvás késztetést. Tehát ugye gyakorlatilag az éjszakai alvóidőből alusszuk el, ha nappal aludtunk 2 órát. Sokan azért sziesztáznak hétvégén, alszik egyet, mert hétköznap alvás hiányban vannak. Most azt mondja a szakma, hogy az lenne jó, hogyha hétköznap is rendszeresen eleget aludnánk, meg hétvégén is, mert nem tudjuk annyira teljesen pótolni. Nem tudunk mindent pótolni. Vigasztalnak, most volt olyan kutatás, hogy megjelent, azt mondták, hogy talán nem annyira vészes, de ezt inkább szerintem csak vigasztal minket. Tehát, ha lehet, akkor ne legyen alvás hiányunk hétköznap se, akkor jó esetben nincs sziesta igényünk. Hogyha ilyen mégis kell aludni, akkor azt mondják, hogy délután 2-ig aludjunk egy max. 20-30 percet. Utána már semmi félképpen. Hát 4 óra után, 6 óra, 7 óra, akkor már semmi kép. És hogyha már így az alvás hiányról beszélünk, az elején is beszéltünk róla, de lassan itt a beszélgetés végéhez érve, azért arra kíváncsi vagyok, hogy az alvás hiány az melyik fázisból mennyit veszel, melyik alvás fázisból mennyit veszel. Ez úgy, az alvás szerkezetet, mikor meséltem, hogy alakulnak, és a hajnalban inkább álomfázisok vannak. Amikor 6 órát alszunk, csak az ajánlok 8 helyet, akkor az alvási időnek a 25%-át elveszítjük. De a rámfázisainak gyakorlatilag az 50%-á. Ez egy komoly veszteség, és azért mondják azt az alvás szakértők, hogy 7-8 órát aludjunk rendszeresen mindig. Nagyon szigorú ez, nyilván az élet közben szólhat, bulizni kell, barátkozni kell, társaszéletet kell élni. Úgy alakul, hogy buli miatt kimarad, nem baj. Ez nem kell belehalni, már pedig én nekem aludnom kell elköszönni és hazamenni 8 órakor. Tehát, hogy ha az embernek nincsenek barátai, társa és magányom, és azt hiszem, nagyobb baj csinál, mint hogyha alvási jelen van. Vagy az is alvási jelhoz fog vezetni. Milyen esetekben érdemes egyébként szomnológushoz fordulni? Mennyi az alvás hiány, vagy milyen tünetek azok, amik miatt mindenféleképpen érdemes hozzátok, vagy a hozzátok hasonló szakemberekhez fordulni? Igen, tehát akkor, hogyha azt érezzük, hogy rendszeresen hiába alszunk eleget, fáradtak vagyunk, feledékenek vagyunk, koncentrációs nehézségünk van, ha éjszaka föl kell pisilni, ki kell járkálni. És egy alkalommal többször. Hogyha ok nélkül izzadunk, nagyon izzadósak vagyunk, nincs meleg, mégis csatakra izzadva ébred az ember. Ha éjszaka magas vérnyomás, vagy reggel magas vérnyomás van, ilyen fölébred, ritmuszavar van.
valami miatt nem tud aludni, tehát nem, elalvási zavara van, egy éjszaka fölébred. Legtöbb a stressz függő, tehát ezzel pszichológusok, pszichiáterek is foglalkoznak az inszomniával, de hogy olyan dolog van, hogy mondjuk fáj a lábam éjszaka, zsibbad, nagyon fáj, dörzsölni kell, masszírozgatni, nem tudok emiatt visszaaludni, akkor már ez a mi asztalunk, az öntől a lábszindróma. Igen. Nyugtalan lábszindróma. Ez azt jelenti, hogy alvás, tehát amikor este van, nyugalom jön, akkor a testünk, hogy ellazulnak az izmaink, ez egy ilyen fokozatosan egyre inkább jelentkező állapot, akkor egyszer csak valamilyen furcsa érzés jelentkezik a lábaimba, fájdalom, zsibbadás, vastagabbnak érzem a bőrömet, valami hangyamászás érzés, égő érzés, hideg, meleg, valami furcsaság van, és nekem azt meg kell mozgítanom, akkor megszűnik. De egy fél percen belül újra jön, és újra, és újra. És akkor el kell kezdeni masszírozgatni, dörzsölni, vagy járkálni kell, vagy van, aki azt mondja, hogy föl kell ülnöm a szobabiciklire, és tekernem kell, mert nem tudom abba hagyni. És az órákig eltart, mire elcsitul, és akkor tudok csak elaludni. Ez, hogyha ez nagyon ritkán, havonta egyszer van, ritkán akkor nem kell szaladni. De hogyha a komoly problémát okoz az elalvással, vagy éjszaka fölébedéskor jön, akkor ezt lehet kezelni. Akkor ez el kell menni orvoshoz, és akkor lehet rá kezelést adni. Ugyanígy a orvoshoz kellene, hogyha alvajárás van, tehát vagy furcsa jelenség történik éjszaka, verekszik valaki álmában, ha szól a hálótárs, hogy horkol, kimarad a levegő, főleg ha kimarad a levegő, akkor kell, illetve hogyha hiába az megett, nagyon álmos vagyok nappal, tehát én akkor összetűnöm kéne. Ma már nem lehet olyan kutatást csinálni, hogy mennyi ideig bírja az ember alvás nélkül, etikai okok miatt. Alvás megvonása meg lehet halni. Tehát az most volt olyan, nem tudom a nevét, egy amerikai fiatal, aki miért egy 10 napig nem aludt, és akkor mindig beszámoltam, milyen tünetei voltak a hallucinációval záródtak, tehát ugye abba kellett hagyni a kísérletet, mert nagyon rosszul volt. Én azt gondolom, hogy alvás hiányban hamarabb meg lehet halni, mint éhen. Tehát, hogy azt kell, nyilván vallatás is csináltak ezzel, tehát alvás megvonási, az itt vallatási technika lehet meg. Azt, hogy viszont ha az ember nem tud aludni, és tehát hiába fekszem le, ébren is, és akármit csak nem tudok aludni, és ez már harmadik éjszaka meg. Van, nagyon ritka betegség van, ami így kezdődik, de ilyet mi sosem látunk, tehát hogy azért, vagy nem diagnosztizáljuk, nem találjuk meg, de hát, hogy nem, vagy nem jut el hozzánk, sajnos a várólista miatt. Tehát, hogy ha már sok napja, mondjuk egy heten nem tud aludni, tehát nem, hiába fekszik, akkor el kell menni, házén most föl tud írni altatót, ki lehet próbálni, tehát az megoldás lehet. Elképzelhető, de nem kell, hogy senki sem megijedjen, hogy mondjuk pszichiátriai betegség indul. Tehát, hogy nem tudok aludni. Tehát egy depresszió, bipoláris mánia például kezdődhet úgy, hogy nem tudott aludni, és emiatt kerül át a másik fázisba. A skizofréniában is indulhat ilyen tünettel. Tehát most, de nem kell megérni senkinek nem lesz semmi baja. És hogy ami még fontos, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nem tudtunk aludni. Ugyanakkor, ha az ágyban fekszünk, és nem, tehát hogy ténylegesen, tehát van rá lehetőségem, akkor azért általában alszanak. Vannak ilyen kis mikroalvások. Másnap nyomorultól érezzük magunkat, de nem lesz akkora agyalvás meg hiányunk, mint amikor ténylegesen nem aludtunk, hanem mondjuk a gáton a homokzsákokat pakoltuk egész éjjel. Tehát nem, tehát hogy, mert ebben az esetben az ember másnap nagyon alszik. Aki viszont feküdt az ágyban, és úgy érezte, nem tudta aludni, azért általában valamiket alszik. És nem lesz másnap annyira nagyon fáradt, hogy ezt a felpörgő stresszes helyzetet, ami az is termel, hogy nem tudtam aludni éjszaka, tegnap majd most mi lesz, hogy ez ugye újra termeli, és ezt nem tudja leküzdeni a nagy alvás hiány. Tehát, hogy néha ez paradox inszomniának hívják, tehát, hogy nem érzem, hogy aludtam. Néha hosszú alvás, tehát
alvás ciklusokat is alszanak, és úgy érzik, hogy nem adtak, vagy nem észlelik. De olyan is van, valóban nem tanul nulla ki semmit, egy percet se. Én azt gondolom, hogy ilyen esetben, hogyha megvan az okkal, történt valami pszichés megterhelő dolog, de nem tudott aludni, akkor majd fog aludni következő nap. Tehát ezt így el kell engedni. Nem szabad rá görcsölni, rá aggódni. El kell engedni, majd holnap fogok aludni. Tehát, hogy majd holnap sikerül. Ez, vagy ha nem holnap, akkor holnap után meg fog oldódni. Ha nem, akkor általában a házi most egy rövid távon adott altatóval meg tudják oldani. Semmi felképpen nem szabad rászokni. Így van. Ennyi fért a te podcastod mai adásába. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél el gyámáskor is. Én is nagyon szépen köszönöm, még egyszer megjeleztem magam. Ha tetszett ez a rész, kérlek osszátok meg ismerőseitekkel, hogy ők is meghallgathassák. Emellett, ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel YouTube csatornámra, ahol többek között két műsoromat, a Te Podcastodat és az Eurovíziós Podcastot is megtaláljátok. A csatorna neve Én vagyok Viktor, vagy Em vagyok Viktor, így egybe. A Te Podcastod egyik részében beszélgettem már Puskás Petivel arról, hogy hogyan élhetjük túl a következő válságosnak ígérkező évtizedeket, mit tegyünk, hogy megmentsük a Földet és az emberiséget. Beszélgettünk többek között a klímaváltozásról, a környezetvédelemről, a politikáról és a vegán életmódról is. Egy másik részben különböző vallások vezetőit ültettem egy asztalhoz. A KFT zenekar és a Lárpurlár társulat mellett Lár András buddhista papként is tevékenykedik, Radvánszky Péter Simon pedig zsidó rabbi. Velük beszélgettem többek között a világjárvány és háború sújtott a 2020-as évekről, a homoszexualitásról, a természetes és a mesterséges intelligenciáról és az élet értelméről. Beszélgettem egy muszlim imámmal és egy evangélikus lelkésszel is, és szó volt arról is, hogy elérhetjük-e az örök életet. Kína szakértőtől kérdeztem, hogy milyen lesz a világ, ha Kína lesz a világ ura. V4 szakértővel jártuk körül, hogy miért és hogyan kellene szorosabbra fűzni Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia kapcsolatát, és eljött hozzám Elek Péter humorista is. A Te Podcastot további epizódjaiban vendégeim voltak még az Ázsia Express és az X-Faktor producerei, egy szexuálpszichológus, több politológus, Elon Musk gyakornoka, valamint a lakmusz.hu tényellenőrző oldal főszerkesztője, és szakemberrel jártuk körbe azt a témát, hogy megkérdőjelezhető-e, ami megkérdőjelezhetetlennek tűnik, például a létezés. A másik műsoromban, az Eurovíziós Podcastban Wolf Katit, a Nox énekesnőjét Péter Szabó Szilvit, Gundel Takács Gábort, Kálai Szanders Andrást, Lakatos Leventét és a norvég delegáció vezetőt Stig Carsent is vendégül láttam. Az epizódokat megtaláljátok a YouTube-on, az Én vagyok Viktor csatornán. Iratkozzatok fel, kattintsatok a csengőgombra, és fedezzétek fel a csatornát. Aki a YouTube helyett a podcast felületeket jobban szereti, ajánlom a podpad.hu-t, ahol szintén meghallgatható mindkét podcastom. Tehát podpad.hu. Kövessetek Instagramon és TikTokon is, mindkét felületen úgy találtok meg, hogy a Te Podcastod, és bátran használjátok a lájkot is. Találkozunk legközelebb, sziasztok! A Te Podcastod.